86-ban elhatároztam, mikor a Art Gerfunkelt láttam a Junos televízión, hogy hátra tette mind a két kezét a zsebébe, hogy egyszer én is megcsinálom. Érdekes nap volt, mert szembeállt egymás a tévé meg a kazettás magnó, föl akartam venni, de csak két konnektor volt a lakásban, és nem ért el egyik drót se, tehát az ágyon volt egy hokedli, azon volt a Junos, és a másik irányból feszítettem a mikrofont, és volt egy ilyen 34 centi a Junos és a mikrofon között, és egyrészt egy baromi szar felvétel lett, másrészt gyakorlatilag azonnal elvesztettem. Na ez nem tartozik ide. Sírva fogok vigadni, tök komoly. Nem olyan bonyolult története ez, mondta a kis Kovács. Úgy 95 táján kezdődött, akkor ment a Túri Jancsi először iskolába. Még Jancsinak hívták, csak később lett Dani. A tanító uratta neki vízből az első nagyobb verekedés után. A cigány soron lakott a Jancsi az utolsó házban az anyjával, de olaszoknak tartották magukat. Olaszoknak, akik itt ragadtak még Mátyás udvarában. Mondjuk ilyen szemet tényleg még senki se látott cigányba, az biztos. Esőben, szomorúságban szürke, napsütésben vidáman kék, éjszaka, meg ha mérges, hát egész bezöldült neki. Gianfrancóra akarta kereszteni az anyja egy milánói zöldséges után, de nem engedte a pap. Így lett belőle Túri János Ferenc, a tanítónak Dani, a falunak meg a Digó Jancsi. A legelső nap eldőlt minden. Egy teremben ült az első négy osztály, egy másikban a felsősök. Hárman jöttek elsőbe abban az évben, a Túri Jancsi, a Sánta Zsuzsi, akinek csípőficama volt, meg a Délceg Julika. Az első padokban ültették le őket, elől a két lány, mögöttük a Jancsi. Szőke haja volt a Julinak, kibontva hordta, leért a derekáig. A Túri Jancsi azt nézte egész nap. Nem bírta róla a kék szemét levenni. Fölállt az első óra közepén, benyúlt a zsebébe, kivett onnan egy piros almát, megkerült a padot, és oda nyújtotta a Délceg Julikának. Az fölnézett rá komolyan, de nem nyúlt az almához. Akkor a Jancsi letette az almát a lányok padjára, először középre, aztán a Juli elé tolta. Ha figyelt volna valaki, hát megláthatta volna, hogy sápad mészfehérre a Sánta Zsuzsika arca. Gyűltek a padon az almák egy egész héten át. A következő hétfőn a Julika kivette a fiú tenyeréből az almát, és jó ízűen beleharapott. Nevetett mindenki, mintha moziba volnának, még a tanító úr is elmosolyodott. Csak egy negyedikes szólt be, egy sváb paraszt gyerek, a Stollár Frédi. Aztán kezdte Daninak hívni a tanító úr a Túri Jancsit. Ki gondolta volna, hogy egy elsős neki megy egy negyedikesnek? Azt meg pláne, hogy bicska van nála. Kész szerencse, hogy nem történt nagyobb baj. A bicska bekerült a tanító úr fiókjába, csak a Jancsi kapott egy rovót, ami még nem esett meg senkivel elsős korában. Két szerelmes pár mindig együtt jár, egy tányérból esznek, stb. De pont, hogy stb. Az nem volt. Ezek ketten sose vesztek össze. Jó eszű fiú volt a Jancsi, ragadt rá minden, csak számolni nem szeretett. A Julika meg jeles tanuló, de a szeme se állt jól, harmadikban meg egyenesen Lolának kezdte szólítatni magát valami rajzfilm miatt. Kiálltak a Jancsival a patakpartra minden nap, még nyolcadikban is, nézni a fekete lepkéket. Ott korepetálta a Lola a Digó Jancsit matekból, mert nehezen ment a fiú fejébe, hogy a négyzet gyök alatt nem lehet negatív szám. Mi ne lehetne két gyöke annak a négyzetnek? Egy negatív, meg egy pozitív. Ha összeszoroznának, belőlünk is egy négyzet lenne. Már csak az a kérdés, melyikünkből lenne negatív, kérdezte a Lola. De nem úgy látszott, hogy választ is vár rá. Eltelt aztán majd 10 év.
A Lolát a megyeszékelyre járatták bent lakásos gimnáziumba, aztán meg főiskolára. Csak a hétvégeken találkoztatott a Jancsival titokban, mert az apja nem engedte. Állítólag akkor már mindent hagyott a Jancsinak a Lola. Azt az egyet kivéve. Arál, orál, anál, alles super, mondta a Stollár Frédi a kocsmában. Mit mondtál, Frédike? Nem hallottam tisztán, kérdezte a Jancsi. Csak a német benzin dicsértem. Az más, már azt hittem, van valami probléma. Probléma egy szál se, amíg nem csinál az ember magának. Pont ezt mondom én is, mondta a Jancsi, és a Frédire emelte a poharát. Akkor már évek óta az öreg Stollárnak dolgozott, kocsikísérő volt, megbecsülték, mert gyorsabban és jobban rakodott bárkinél. Nem akarta a gazda fiát bántani. Egy napon úgy döntött, hogy megkéri a Lola kezét. A Lola apja be se engedte, úgy várta meg a küszöbön, még egész kicsi nem lesz megint a Jancsi az utca végén. Hogy az ő lánya csak olyanhoz mehet, aki 7 szobát épít neki. Hova akarná vinni az anyjához, a cigány sorra? Megvárta aznap a Jancsi, amíg évfél nem lesz, megkereste a Lola ablakát a zöld szemével, és fölhajított rá egy kavicsot. Aznap mondta meg neki, hogy elmegy az idegen légióba. Ott a koszkvárté ingyen van, a ruhát ők adják, minden pénzt félretehet, 3 év múlva meg lesz a Lolának a ház, mind a 7 szobával. Sírt, könyörgött a lány, de a Jancsi még hajnalban elindult a Stollár egyik emberével Marseille kikötőjébe. De előtte még megeskedte a Lolát, hogy várni fog rá hűségesen. Azt beszélik, éppen a 3. karácsonyra jött vissza a Digó Jancsi. Megjött az első havazással, sivatagi gyakorlóban szállt le a buszról, egy öreg pilóta Jacky volt alatta, vagy volt rajta, alatta egy szál fehér trikó, nem volt más nála, csak egy poros málhazsák, de az teljesen ki volt tömve amerikai dollárral. Hogy nem kapta-e meg a leveleket, kérdezte az anyja. Milyen leveleket? Hát amikor megírta, hogy férhez ment a Délceg Juli. Egész zöld lett a Jancsinak a szeme, először szürke, aztán zöld. Kihez? A Stollár Frédihez, mondta az anyja, ott laknak a templom mellett a legnagyobb házban, ami azzal a magas kerítéssel van körberakva. Megkapta az önkormányzattól a régi játszóteret. Arra építkeznek. Másképp mennek itt a dolgok, amióta Julika apja a polgármester. Beszálltak együtt az öreg Stollárral valami osztrák-magyar vegyes vállalatba. A Frédi kijár minden héten Mercedes-szel tárgyalni Bécsbe a logisztikai központba. A Julikának meg nyitottak egy szoláriumot extra barnító csővel. Fölállt akkor a Jancsi szó nélkül, elindult kifelé, vigyázz magadra, fiam, mondta neki az anyja. Sárga fények égtek mindenütt a Stollár Frédi háza körül, a Jancsi megdobta azt az ablakot, ami mögött a Lolát sejtette, kijött a Frédi a háza elé. Mit akarsz itt, Digó Jancsi? Ahhoz neked semmi közöd nincs. Na menjél szépen haza, mert rádereztem a kutyákat. Inkább maradok, mondta, van időm, ráérek. Te tudod, mondta neki a Stollár. Jugoszláv farkasölőket vett, darabját 80 000-ért, ezek úgy mennek át a csirkedróton, hogy le se lassítanak. Csak harapnak bele egy fél méteres lyukat. Senki se értette, hogy lehet kettőt belőlük puszta kézzel megölni. Másnap reggel a főúton odaállt a Jancsi a Lola piros Hondája elé, megállt a lány, de nem szállt ki, csak lassan leúszta az ablakot. A Jancsi meg kivett a zsebéből egy almát, és oda nyújtotta. Ezt neked hoztam, mondta a lánynak, már tegnap este oda akartam adni karácsonyra. Megdobtam az ablakodat, nem hallottad? De hallottam, mondta a lány, ki is néztem rajta, de nem vettelek észre. Azt mondtad, minden nap írni fogsz. Úgy is volt, mondta a Jancsi. Egy levelet se kaptam. Egyetlen egyet se. Talán az apádat kéne megkérdezni. Ő intézi a postát is, nem? Hallgattak. Megveszem neked a kastélyt a halastóval. 8 szoba van benne. Ne hülyéskedj, Jancsi. Értsd meg már, hogy vége van. Szóval nem vettél észre?
Mondtam, hogy nem. Minden este eljövök, hát ha egyszer meglátsz. Meddig? Amíg a Jézuska másodszor meg nem születik. Egy évig? Te tudod, te tudsz jobban számolni. Elállt a Jancsi az autó útjából, nézte a fölkavart havat, ahogy ment végig a Lola a főutcán az apja háza felé. Senki se értette, miért húzott másnap a Jackie-ére egy láthatósági mellényt. Senki se, csak a Lola. Ott virított a mellény minden éjjel a házuk előtt, sárgán a sárga fényben. A Stollár Frédi egyszer kihívta a rendőrt is. Mi van, Kiskovács? Kérdezte a Jancsi a körzeti megbízottat. Másodszor is betörjem az orrodat? Fölösleges, mondta a Kiskovács, csak ellenőrzöm a tényállást, hogy nem valósítesz-e meg ráutaló magatartást. Szerinted megvalósítok? Kérdezte vissza a Jancsi. Szerintem kicsit se. Az utca mindenkié, mondta a Kiskovács, és visszaszállt a terepjáróba. A Jancsi aztán tényleg megvette ügyvéddel a kastélyt egy KFT nevére. A polgármester azt hitte, hogy jó üzletet csinál, háromszoros árat alkudott ki egy romért, meg az elvadult három holdért körülötte. Egyedül hozta rendbe a Jancsi az egészet. Dolgozott, mint egy megszállott, esőben, napsütésben, de a mellényt egy pillanatra se vette le magáról. Ott aludt kezdettől, vigyázott a házra, nehogy valakinek eszébe jusson kárt okozni benne. Még a régi pavilont is rendbe hozta a tó mellett. Egy héttel húsvét előtt arra ébredt, hogy ropogva ég. Magasra csak a lángja. Meglátta a tűzfényén el a Sánta Zsuzsit, ahogy sír. Rázza a testét a zokogás. Oda ment hozzá, és lassan megfogta a kezét. A Frédinek még húsvétkor is el kellett utazni. Hétfő reggelre ért haza, a ház előtt állt a Sánta Zsuzsi. Mi van, Zsuzsikám? Azt neked kéne jobban tudni. Nem szabad egy ilyen szép asszonyt túl sokszor magára hagyni. Meglocsolja más, ha nem vigyázol. Előhúzta át a mögül a kezét, ott virított benne a sárga mellény. Valaki elhagyhatta, mondta a Zsuzsi a Frédi szemébe nézve. Állítólag úgy volt, hogy a Lola megértette, hogy húsvétkor születik meg másodszor a Jézus. Csak 10 másodpercre nyílt ki a Stollárház kapuja, de a Zsuzsinak az is elég volt, hogy meglássa. A templom sarka mögül leste a Jancsit egy hete, minden éjjel. Fölment a Frédi a házba, nézte a feleséget a tejüvegen át, ahogy zuhanyozik. Aztán bement a dolgozó szobájába, és kivett a páncéljából valamit. Akik látták, azt mondják, hogy végigordította a főutat egész a kocsmáig. Szervusz, Frédi, mondta neki a Turidani, megiszol valamit? A Stollár megrázta a fejét, csak azért jöttem, hogy visszaadjam a bicskádat. Nem túl bonyolult ügy, a Kiskovács is azt mondta, amikor lezárták. Csak azt nem értette senki, hogy miért mondta már reggel a Jancsi az anyjának, hogyha esetleg történne vele valami, hát vigyázzon a Sánta Zsuzsira, de úgy, mintha a saját lánya volna. Jézus feltámadt a férjet, Jézus!
Döööö!